Az első kérdésünk, amit az ide látogatóktól mind megszoktunk kérdezni, hogy van-e valami kapcsolat a Gödöllővel, vagy volt-e már Gödöllőn korábban is? Legszorosabb munkatársam, Hankó Balázs doktor úr, a korábbi rektor helyettes, ugye az az én kollégám és harcostársam. Úgyhogy rengeteget hallottam már Gödöllőről, szuperlatívuszok, vagy milyen fantasztikus város, 30 ezer lakosa van, vagy még annál is több, és hát egy ilyen gyönyörű kastélya, és milyen kedves emberek élnek itt. Ugye az elmúlt napokban láttuk, hogy a környező országban, mondjuk Szlovákiában, Csehországban bezártak a közoktatási intézmények. Ön szerint ez várható Magyarországon is az elkövetkező hetekben, hónapokban, vagy ezt el fogjuk kerülni? Jelenleg nem tartom valószínűnek. Természetesen az iskolák nyitva tartása befolyásolja a koronavírus járványnak az aktivitását, de sokat változott már a világ, és lényegesen jobban védekezünk az iskolákban, a maszk használat kvázi kötelezővé vált egy bizonyos életkor fölött. Én azt gondolom, hogy ha járvány nem eszkalálódik ennél jobban, akkor elkerülhetjük az iskolák általános bezárását, de természetesen járványügyi szempontból helyi szinten lesznek óvoda és iskola bezárások, függően attól, hogy hány pozitív eset lesz. Különböző egyetemek különbözőképpen reagáltak a járványhelyzetre, valahol bevezették a hibrid oktatást, valahol csak online lehet órákat hallgatni. Ön ezek közül melyiket preferálja, melyiket gondolja, hogy célszerű valóban, és mi várható a jövőben ezzel kapcsolatban? Ugye én az egyik legkülönlegesebb egyetemnek vagyok a rektora. A mi szakmánkat, az orvos és egészségtudományt nem lehet könyvből, internetről, hibrid oktatás keretében magas szinten elsajátítani. Egy etikai kódex mentén a szabályok betartása mellett bizonyos limitáció természetesen az előadóteremben van, tehát egymás mellett nem ülhetnek a hallgatók, tehát ott van egy ilyen kevert szisztéma, hogy a fele benn van, a másik fele otthonról nézi, és aztán cserélnek. Úgyhogy mi ezt az évet kvázi normális évként próbáljuk végigcsinálni, és az eddigi tapasztalataink egyértelműen pozitívak.